Nagyon gratulálok a győzelemhez, egy nagyon parázs mérkőzés volt. Mi múlott ma, miben volt jobb az egy kicsit? Congratulations for the win, because it was a really high heat game. And what do you feel, what was ZTA better today? I think every game is a high heating game. You can win or lose on any night. I just think we kind of outplayed them at the end. That's how we were able to pull it out. We did a good job. We finished hard and we played together at the end. And thanks for the win. Tehát igazából úgy érzed, hogy minden meccs valahol ebben a bajnokságban egy parázs meccs. Egy adott estén kikaphatsz, veszíthetsz, amivel ma mi nyertünk, az az volt, hogy a végén nagyon erősen megtoltuk, és hogy összeállt a védekezés, és csapatként dolgoztunk, és ez meghozta a győzelmet. Köszönöm a gratulációt! Zsófi, gratulálok a győzelemhez. Az első hazai meccsed volt a kispadon. Mindjárt egy rangadó, és azt gondolom, hogy megvolt az a parázs hangulat, az a feszültség, ami egy ilyen meccsen kell, és a végjátékban is volt ereje a csapatnak. Ezt hogy értéked, hogy láttad ezt a mait? Én úgy gondolom, ahogy mondtad, hogy ez egy rangadó volt, ugye most jóval előrébb áll ez a TF. Gratulálok ahhoz a munkához, amit ők végeznek, mert feljutóként nagyon szép eredményeik vannak, és a mérkőzésre is megmutatott, hogy extra csapat ők. Nagyon-nagyon jó társaság, és küzdenek egymásért szívvel, lélekkel. Úgy gondolom, hogy ma is ezt tettük, és ezzel sikerült lényegében nyernünk. Nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy egy ilyen erős, összetartó csapatot meg tudtunk verni azzal, hogy mi is igazán erős csapattá kovácsolódtunk. Krista, egy ilyen rangadóra számítottatok itt Zalaegerszegen? Mikor ide jutottak? Tudtuk, hogy nagyon kemény mérkőzés lesz, mert az Zalaegerszeg is ugye edzőváltáson esett át, és tudtuk, hogy fel fogják szántani a pályát. Ugye volt már egy mérkőzésük, ahol elég sok ponttal győztek. Rá három napra, négy napra játszottuk ezt a mérkőzést. Nekünk azért volt egy kiki mérkőzésünk a Győr ellen, ott valamit sikerült ugye megnyernünk. Szóval számítottunk arra, igen, hogy kemény mérkőzés lesz. Mi volt a mai találkozó? A hajráig egész jól ment a csapatnak. Utolsó 3-4 perc hiányzott szerintem. Azt éreztem, hogy ugye az egész mérkőzés alatt nem igazán találjuk a ritmusunkat. Az egyéni felelősséget emelném ki, talán abban többet hibáztunk védekezésben is, egy-egyben támadásban is. Azt éreztem, hogy kicsit úgy döcögtünk, egyénileg nem vállaltuk el a jó dobó helyzeteket, utána meg olyan helyzeteket vállaltunk, ami már nem volt helyzet, utolsó másodperces helyzeteket kellett eldobni. Nem éreztem azt, hogy úgy nagyon meg lenne a ritmusunk, úgyhogy így is pariba voltunk. De most úgy látszik, ez meg is volt. Jön kezdve, és gratulálok a csapatokhoz, hiszen nagyon fantasztikus közösséget láthattunk bennetek. Mi volt a mai találkozó? 3-4-en keresztül végig is egy jó kis meccs volt, a vége maradt ki. Igen, először is szeretnék gratulálni az Zalaegerszegnek, mert nagyon szépen felkészültek belőlünk, és nagyon igazi csapatként játszottak ma, úgy gondolom, hogy támadásban és védekezésben is. Én abban látom a legfőbb hibát, hogy a legvégén főleg tudtuk amúgy, hogy nagyon nehéz lesz itt Zalaegerszegen játszani, mert egy nagyon jó csapatról van szó, és úgy gondolom, hogy ez a helyezés, ahol most állnak, ez nem tükrözi hűen azt, hogy milyen csapat is ők valójában. És úgy gondolom, hogy a végjátékban kicsit sok volt nálunk az egyéni eskedés, nem járt a labda, nem igazán tudtunk csapatként játszani, nem találtuk a ritmusunkat támadásba, de ezt hozzá kell tenni azt, hogy az Zalaegerszeg extrém védekezett, úgyhogy gratulálok nekik még egyszer.